Az internet tele van különféle kihívásokkal. Ezek nagy része a szórakozást és a szórakoztatást szolgálja. Találkozhatunk bizarr, elcsépelt vagy éppen kellemetlen élménnyel járó kihívásokkal is. Szerencsére már napvilágot látott jó pár olyan challenge, amely mögött valamilyen jótékonysági, figyelemfelkeltő akció vagy egyéb fontos jelentéssel bíró információ húzódik. A fizikai kihívások, melyek legtöbbször erős pszichés nehézséget is jelentenek, arra késztetik az embert, hogy próbára tegye a képességeit, a határait, és ennek eredményeképpen egy hasznos tapasztalatra és élményre tegyen szert. Ezek a kihívások nem annyiból állnak, hogy leülök a számítógép elé, vagy kibontom a kellemetlen ízű cukrokat tartalmazó zacskót. Ennél sokkal nagyobb elszántság kell ahhoz, hogy elhatározásra jussunk és belevágjunk egy ilyen próbatételbe. Nem tudom, mennyire tudatosult ez bennetek, de kevesebb, mint egy hónapunk van hátra ebből az évből, azaz hamarosan átlépünk 2019-ből 2020-ba. Ha racionálisan nézzük ezt a dolgot, akkor nyilvánvalóan semmilyen jelentősége nincs annak, hogy éppen milyen évet írunk, és az új év, új én fajta elhatározások és fogadalmak is üresnek tekinthetők. Én mégis azt mondom, hogy azért érdemes visszatekinteni az elmúlt 10 évre, hogy mennyi minden történt a legendás 2010-es években, hogy ebben a 10 évben mennyit fejlődtünk, honnan jutottunk el hová, és ha ezt az egészet így összességében nézzük, akkor szerintem megadhatjuk úgymond a tiszteletet ennek az évtized fordulónak azzal, hogy különlegessé tesszük. A napokban rábukkantam a tavalyi síelés során készített felvételekbe, nyersanyagokba, és megtaláltam a fekvő támasz challenge-gel kapcsolatos nyersanyagokat is. Ez a videó, amit erről készítettem, egyfelől nem lett túlságosan felkapott, nem sokan láttátok, másfelől pedig maga a kihívás sem lett annyira domináns eleme a videónak, és nem is lett annyira hangsúlyos a csatornán, mint én azt szerettem volna. Akinek esetleg semmilyen fogalma nincs arról, hogy milyen kihívásról van szó, 2019 darab fekvőtámaszt csináltam meg, egészen pontosan 3 vagy 4 nap alatt, de mivel nagyon kevés időm volt erre, ezért maga a fekvőtámaszozással és természetesen a pihenőkkel töltött idő nagyjából 4 óra volt. Abban a formában szeretném ezt most még egyszer egy kicsit más köntösben tálalni nektek, hogy titeket, tehát mindenkit, akit érdekel a fitness, a testépítés, szeret mozogni, érdekli az önfejlesztés, szeretnélek titeket is kihívni erre a fekvőtámasz kihívásra, és hát jogosan merül fel bennetek a kérdés, hogy miért és hogy ennek az egésznek mi célja van. Ugye van még kevesebb, mint 4 hét hátra ebből az évből, ami bőven elég idő arra, hogy ezt a kihívást bárki meg tudja csinálni. Ti döntitek el azt, hogy milyen intenzitással csináljátok, milyen gyorsan akarjátok megcsinálni, tehát hány napon belül, egyszerre hány fekvőtámaszt, azt hogyan lehet könnyíteni, mondjuk a lányoknak női fekvőtámaszt, persze nem becsülök alá senkit, tehát lányoknak is lehet rendes. Mindenki a saját képére, képességeire tudja formálni ezt a kihívást, viszont az egyértelmű, hogy ez senkinek nem könnyű. Mégiscsak megmutathatjuk magunknak, hogy még ha egyrészt nehéznek is tűnik, vagy mondjuk akár lehetetlennek tűnik elsőre, tudjuk, hogy nagyon sok munkát kell belepakolni, tehát elég sok fekvőtámasz azért ez a 2019 darab, és annak is tudatában vagyunk, hogy ez a kihívás akár több hétig is elhúzódhat, mégis belevágunk, mert ennek az egésznek a lényege az eltervezés és a megvalósítás kettőse, ez a folyamat, amitől szerintem sokkal, de sokkal erősebbek leszünk. Még nagyobb teljesítmény akkor, hogyha azt nézzük, hogy most mindenki kicsit demotivált, mert rossz az idő, mert hamar sötétedik, mert szürkeség van, köd van. De ha mégis belevágtok, és ahogy én is belevágtam, mert úgy gondoltam, hogy ezt meg akarom csinálni, és meg fogom csinálni, akkor szerintem ez egy méltó lezárása és méltó megkoronázása lehet ennek az évtizednek, és remélhetőleg úgy tekintetek majd vissza később erre a kihívásra, hogy megint csak tanultatok valamit önmagatokkal kapcsolatban, méghozzá azt, hogy milyen erősek vagytok, milyen sokra vagytok képesek, és hogy a lehetetlen tényleg csak a fejünkben létezik. Én arra gondoltam, hogy ha tényleg van olyan közületek, aki bevállalja ezt a kihívást, remélem, hogy azért lesznek, magyarul azt, hogy 2020-ig, tehát december 31-éig megcsinál 2019 darab fekvőtámaszt. Én nem teszem függővé attól, hogy teljesíti-e vagy sem. A lényeg az, hogy tényleg oda tegyétek magatokat és megpróbáljátok. Adunk nektek egy sportaholic shakert, egy limitált sportaholic shakert, amit én személy szerint vállalom, hogy akinek tudom, személyesen szeretném átadni. Tehát a kihívás adott,
A következőkben meg fogom mutatni azt, hogy én hogyan teljesítettem ezt a kihívást. Benne lesznek hagyva a pihenők is, mert így szerintem így hiteles, és így látjátok, hogy ténylegesen az egész folyamat nagyjából 4 órát vett igénybe. És azért, hogy ne legyen túl unalmas, azért helyenként egy-egy kommentárt is majd oda tűzök a videó alá, vagy valahol a videó köré. Remélem, hogy ez tetszeni fog, és motiválni fog titeket, mert én visszanéztem, és rám nagyon motiválóan hatott, hogy ezt mégiscsak meg tudtam csinálni. Ezzel kapcsolatban találkozunk jövőre. Azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban, mert ha minden igaz, akkor a csatornán még ebben az évben 4 videó fog érkezni, szóval remélem, hogy várjátok ezeket, remélem, hogy belevágtok minél többen a kihívásba. Találkozunk a következő videóban, a most következő képkockákhoz pedig jó szórakozást. Sziasztok! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. To protect your soul.